Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Hello Show Me YouTube csatornáján. Egy rendhagyó videóval jelentkezünk. Ez nem egy termék bemutató vagy termék teszt lesz, hanem egy élménybeszámoló. Szeptember 30-án este 18 órakor kezdődően mutatták be Magyarországon a Xiaomi 11T családot, és természetesen mellé még pár új terméket is, mint a Xiaomi 11 Lite 5G NE New Edition, a Xiaomi Pad 5 globális változatát, és még egyéb kis apró kis dolgokat. Az új Xiaomi Roller harmadik generációja, egy konyhai eszköz és más egyéb apróságok. A rendezvény csütörtökön volt, tehát 30-án este 6-kor csütörtökön kezdődött a Bánában, Budapesten. A felső szintet bérelte ki a Xiaomi Magyarország kirendeltsége, vagy már mondhatjuk nyugodtan Xiaomi Magyarország. Ugye ez nem összetévesztendő a xiaomi.hu-val, mert az nem az, hanem a Xiaomi Official, Official.hu az, ami az igazi Xiaomi Magyarországnak a weboldala, de ebbe most nem mennék bele. A rendezvény házigazdája is ők voltak, a fő előadója Wagner Tibor, aki már 2 éve vezeti, vagy hát képviseli a Xiaomit Magyarországon, és mellett sok-sok kollégája, aki ezt mind létrehozta, különböző marketing cégek és partnerek, nem beszélve azokról az értékesítési csatornákról, ahol a Xiaomi hivatalosan is képviselteti magát, mint a xiaomishop.hu is, amit már nagyon sokszor hallottatok tőlük, hisz ők a hivatalos partnereink. És ott van persze az eMag, a MediaMart és a szolgáltatók, mint a T-Mobile, a Vodafone és a Telenor. Az egész rendezvénynek a lényege ugye termék bemutató volt, amit itt élőben nézhettem meg 9 rajongóval, akik kiválasztottam a Facebook oldalunkon. Már mindenki nem tudott eljönni, de ott találkozhattam veletek, mármint hát nem mindenkivel, mert nem jöttetek oda. Én nem tudom így személy szerint, hogy ki kicsoda, csak a Facebook beszélgetésünkből, de azt nem jegyeztem meg, bocsánat. De többiek oda jöttek, ismerős arcok is jöttek el, úgyhogy nem voltam én se egyedül elvészel, sokat beszélgettünk. Az egész rendezvény nagyon-nagyon családiasan alakult, már a becsekkolásnál is kedves hölgyek vártak minket a pultnál, mivel ez egy egészen geek bemutató, így nyilvánvalóan több volt a hölgy személyzet, mint a férfi, de viszont nagyon-nagyon kedvesek voltak és aranyosak. Kínáltak a bejáratnál mindenféle finomságot, üdítőt, pezsgőt, bármit lehetett választani, van különleges kis falatocskákkal vártak, ilyen welcome drink és welcome falatok. Nagyon jó volt, a termékek ki voltak állítva az előtérbe, természetesen csak a bemutató után nézhettük meg, hisz ne lőjék le minden poén. De a bemutató nagyon jól alakult, Wagner Tibor vezette föl és mondta el az új telefonokról, amit tudni érdemes, utána pedig jött majd a többi szuper eszköz, mint a Xiaomi Pad 5-öt és a konyhai eszköz és egyéb eszközöket, pedig Dervenyák Dávid vezette föl és mutatta be nekünk egy másik prezentációban. Ezek nagyon fantasztikus élmények voltak, ott ülni a nézők soraiban, és ezt élőben az a hatalmas LED fal előtt ezt mind végig élni. Remélem, akik ott voltak a szerény vendégeink közül, azok is nagyon jól érezték magukat, bár visszajelzések alapján igen. Miután lement az egész bemutató, már nem fogok kritikát mondani a bemutatóról, lehetne, de hát ilyen egy élő előadás, nem felvételről ment. Vannak hibák, vannak kis bakik, de viszont nagyon jó hangulatban telt el az egész, úgyhogy örültünk is neki, csináltam pár fotót közben, amit ki is raktam, a legfontosabbakat a Facebook oldalunkra, a termékeket és az árakat. Egyéb termékekről itt közben, hogy bebevágok egy-két képet, hogy milyen termék volt és milyen árban, itt meg tudjátok nézni, vagy a cikkben, a weboldalunkon, ugye a videóhoz tartozik egy cikk is, azt a videó leírásában alul meg tudjátok kattintani, ott lesznek kinn a képek, ott tovább meg tudjátok nézni, meg lesz leírás már az egészről, és ott tudtok majd további információkat beszerezni erről az eseményről. Miután lement az egész bemutató, utána felfedték a termékeket, meg lehetett nézni, tapizni, kipróbálni mindent, ami csak lehetett. Ugye a Xiaomi 11T-ből és az egész felhozatal a Xiaomi 11T, 11T Pro telefonból át a Xiaomi Mi Pad
Nem Mi Pad. A Xiaomi Pad 5 tabletből, nem a Pro, csak az 5, viszont a tollat meg lehet hozzá venni, ami a Prohoz jár Kínában, és maga az okostok, ami billentyűzetet is rejt, az még nem kapható itthon, de Európában már beszerezhető. Nagyon szuper termékek, nagyon jók. Ugye a 11T sorozat, az alapverziója, az egy MediaTek-es processzoros téma. Nem mindenki szereti, de azért most már az új MediaTek processzorok és családja már nagyon-nagyon jók lettek, jó teljesítménnyel és jó tulajdonságokkal. Természetesen a Pro verzió az a Snapdragon 888 processzort kapta, ez most jelenleg az egyik legjobb, hanem a Plus, de hát az nem sokban különbözik, csak egy kis ráncfelvarráson esett át, vagy faceliftest, aki hogy szereti mondani. Ott volt a Xiaomi Pad 5, fantasztikus volt kipróbálni, és élőben megfogdosni az a 11 colos dögöt. Nagyon nagy élményt nyújt munkában, szórakozásban, ez játék vagy filmezésben. Hatalmas kijelző és gyönyörű kijelző, 4 hangszórójával, fantasztikus mozi élményben lehet részünk. A rollert nem tudtam kipróbálni, mert csak ki volt állítva, nem lehetett menni vele, pedig nagyon jó lett volna, bár mondjuk ott egy ilyen zárt térben azért nem egy nagy élmény, 25 km per órát se lehetne ott elérni, mert lehet, hogy baj lenne. És ott volt még a catering, milyen lehetett kávézgatni, iszogatni, eszegetni, és utána pedig volt egy kis svéd asztal, amit a bemutatón látható konyhai eszközzel, ez airfryerrel lett elkészítve, nagyon-nagyon finom ételeket készítettek, zöldségeket, gyümölcsöket, zöldségeket és húsokat, és ezeknek valamilyen finom kombináció, de olyan rohadt finom volt, hogy fantasztikus, tényleg egy élmény volt az egész, ezt végignézni, megélni, találkozni ott a jó arcokkal, ismert arcokkal, bár mondjuk ott volt rengeteg ismeretlen is, mert ugye meg voltak hívva mind a disztribútorok, mind a viszonteladóknak a vezetője, akik egymást ismerik. De hát ott volt például, ott volt Tamás Zsolti, ott volt a Tech2 Laci, ott volt Anonim és a többi ilyen nagy YouTube arc, aki állandóan kapja ugye a Xiaomi-t a termékeket, mert nagy nézettsége rendelkeznek, és ott érdemes nem bemutatni mindig az újdonságokat. Szóval ez volt nekünk a Xiaomi bemutatón Budapesten, óriási élmény volt, és a végén pedig volt egy meglepetés, amit még a mai napig alig tudok én is feldolgozni, bár lehet, hogy más, ennek teljesen természetes dolog, hogy elmegyek egy ilyenre, azt kapok egy Tesla S Model Plus, itt tudom én, sportot, nem. Itt a Xiaomi felajánlotta itt a média szereplőknek, mint például most már én is, a Xiaomi 11T széria limitált editionös gift box, limitált kiadású ajándék doboza, amit a következő videóban ki fogok nektek bontani, lesz belőle egy unboxing, egy kicsomagoló videó, még én sem látom, tudom mi van benne, de még nem láttam benne lévő terméket közelről, így autentikus lesz, és együtt tudjuk megnézni, együtt tudunk rácsodálkozni, valójában milyen termékek vannak benne. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, dobjál egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra, nyomd meg a csengettyűt a következőről, az unboxingról is kapjál egy értesítést, és meg tud nézni. Viszont érdekesség, hogy a nézőinknek körülbelül csak 20% a feliratkozó, úgyhogy nyugodtan bökjél rá feliratkozásra, és légy a vendégünk. Köszönöm szépen, sziasztok!